Az agyhártyagyulladást okozó vírusok főleg csecsemő és serdülőkorban fertőzőek. Olyan gyors lefolyású a betegség, hogy mielőtt még a klasszikus tünetek kifejlődnének, vagy a kórokozót kimutatnák, már életveszélyben van a beteg. Ezért az egyetlen védekezési lehetőség az oltás. A betegség egyik ismérve, hogy annyira beteg lesz tőle a csecsemő, hogy azt egy laikus is észreveszi. A nagyon pici gyerekeknél egy rettenetes rossz közérzet, nagyon-nagyon magas láz, sápadság, hányás esetén erre rögtön gondolni kell, és hát amit még a szülő észlelhet, és esetleg az első észlelő orvos, ha a testén különleges bevérzéseket, kiütéseket, és itt nem kell pánik, hogy keletkezzen, mert nagyon sok betegséggel jár kiütés, de ennek van egy speciális kiütés, annyit már talán segítségül, hogyha rányomunk erre a kiütésre, az nem változtatja, és egy ilyen csepp alakú kiütése van, ami valójában nem más, mint egy bevérzés, egy pici trombózis, ott el van záródva egy kis erecske. Hazánkban a 2015-ben jelentett összes gyermekbetegségi eset 3/4-ét, illetve a halállal végződő esetek 67%-át a meningokókusz B típusa okozta, 2015-ben pedig minden negyedik beteg belehalt a fertőzésbe. A B típusú oltóanyag eddig nehezen kapható volt a gyógyszertárakban, most azonban újra feltöltötték a készleteket. A C-típusú védőoltást 2 hónapos korban érdemes beadatni a gyermekeknek, illetve a B-típusút is még csecsemőkorban kellene megkapniuk. Az agyhártyagyulladás többfajta kórokozó okozza, és az agyhártyagyulladás ellen korábban is volt már védőoltás, amit az állam meg is finanszírozott. Gondolok itt egy pneumokokkusz nevű baktérium elleni védőoltásra, az is nagyon komoly, súlyos agyhártyagyulladást tud okozni, és egy másik, amit az orvosok meningokokkusznak neveznek, és annak egy C törzsével szemben kedvezményes oltóanyag áll rendelkezésre. Amiről most beszélünk, az egy másik törzs, a B-típusú törzs, ami körülbelül a agyhártyagyulladások, a meningokokkusz okozta agyhártyagyulladások felét okozza. Ez ellen is van oltóanyag, de mivel ezt nem régen fejlesztették ki, igen tetemes az ára. Bár az orvosok örülnek az új oltóanyagnak, minden gyermeket azonban csak akkor lehetne megvédeni az agyhártyagyulladástól, ha az állam finanszírozná az újabb készítményt is. Korábban a C-variáns támogatták, így az mindössze 300 forintjába kerül a szülőknek. Koracsecsemőkorban több ampulla, B-típusú oltásra van szükség a védettség kialakításához, ami pedig plusz probléma a hatóanyaggal, hogy szabadáras termék. Van egy ajánlott 26.800 forintos bruttó fogyasztói ára, de a végleges ára patikánként eltérő. Dr. Újhelyi János azt is hozzátette, tudomásuk szerint azok a gyermekek, akik eddig megkapták a védőoltást, közülük egy sem betegedett meg. Az állam egyes számítások szerint évente 9000 csecsemő védelmét 17-18 milliárd forintból oldhatná meg, ha támogatottá tenni a B-típusú védőoltást is. A C-típusú vírus a fertőzések körülbelül 17%-át okozza, amíg a B-típusú a betegségek kb. 50%-áért felelős.